Új királyfunkció a Google fordítóban? A Xiaomi-tól új készülék és okos karkötő? Valamint Samsung Galaxy Note 6 pletykák? Igen, ez itt az Android Hírek 18, én Feri vagyok, sziasztok! A Samsungtól a J3 2016-os verzió hamarosan frissülni fog Marshmallowra bizonyos régiókban, mert volt olyan régió, alapból ezzel jött ki, és még a Samsung Galaxy S5 Mini is valószínűleg frissülni fog Marshmallowra, hiszen egy ilyen Wi-Fi tanúsítvány napvilágot látott, amely azt mutatja, hogy már hamarosan tényleg megkapja a frissítést. A HTC idei csúcsmodellje, a HTC 10 is kapott nemrégiben egy frissítést, amelynek köszönhetően szebbek lettek az éjszakai, valamint a HDR képek, és a Wi-Fi-nek a jelerősségét is sikerült növelni ebben a frissítésben, úgyhogy ez egy egészen jó piros pont nekik. Sajnos a HTC már egy éve veszteséges, nem úgy megy nekik a szekér, mint kéne. Az idei év első 3 hónapját összehasonlítva a tavalyi év első 3 hónapjával, sajnos 64%-kal kevesebb mobil tudtak eddig értékesíteni, és ez nem annyira jó tényleg az egész cégre nézve, de reméljük, hogy a HTC 10 majd kihúzza őket a bajból, és nagyon sok készüléket tudnak eladni, és felvirágoznak újra. Már egy pár éve minden Samsung Galaxy csúcsmobil megkapja ugye az aktív verzióját, ugye ezek a készülékek sokkal jobban ellenállnak az ütésnek, a pornak és a víznek, és ugye az S7 sem lesz most kivétel, már egy pár kép kiszivárgott erről a készülékről, és ő is megkapja majd a Snapdragon 826, a 4 GB RAM-ot, ugyanazokat a kamerákat, és aki tényleg szereti ilyen extrém helyekre vinni a telefonját, annak ez kötelező vétel, úgymond, hogyha szereti a csúcsmobilokat is. Egyes pletykák szerint augusztusban mutatják majd be a Samsung Galaxy Note 6-ot, pletykálnak itt 5,8-os Quad HD felbontású kijelzőről, 4000 mAh-s aksiról, akár 6 vagy 8 GB-os RAM-ról is, valamint a tárhelye, képzeljétek el, akár 256 GB-os is lehet. Most majd meglátjuk, hogy tényleg milyen lesz ez a készülék, izgatottan várom, én legalábbis, és reméljük, hogy ez majd hamarabb el fog jutni erre Európába, és nem úgy, mint a Note 5. Hamarosan belső üzenetküldő szolgáltatással fog bővülni a YouTube alkalmazás, tehát, hogyha benne vagytok a YouTube-ba, akkor nem kell kilépnetek, megnyitni a Messenger-t, a Viber-t, vagy ilyesmit, hanem ott a YouTube-on belül lesz egy ilyen dedikált gomb, erre rákattintotok, és akkor megkeressétek az ismerősötöket, és már lehet is beszélgetést kezdeményezni. Ti ezt fogjátok használni, ha gondoljátok, írjátok le. Ha valamelyikőtök használja az Instagramot, az észrevette, hogy nemrégiben ugye frissült ez az alkalmazás, és új lett az ikonja, valamint belül is megváltozott ugye a kinézete, egy ilyen fekete-fehér dizájn kapott az egész Instagram. Nektek ez hogy tetszik? Én nem használom nagyon, végül is csak most regisztráltam, direkt ez miatt, hogy itt tudja bele egy-két mintaképet készíteni. Nagyon nem ismerem, de írjátok le a véleményeteket erről is. Egy nagyon hasznos funkcióval bővült most a Google fordító, az a neve, hogy koppintás fordítással, ez a beállításokban be- és kikapcsolható, és az a lényege, hogyha lenyomba tartjátok az ujjatokat egy szövegrészleten, kijelöltek, majd pedig rámentek a másolás funkcióra, akkor fel fog ugrani a fordítónak az ikonja, arra rá lehet kattintani, és már rögtön ott lesz az a szövegrészlet lefordítva. Ez több nyelv között is működik, be lehet állítani, hogy melyik nyelvről melyikre fordítson, és ugye utána azt onnan ki lehet másolni, és akkor már beilleszteni, vagy már rögtön, hogy tényleg akkor ott lesz, hogy mi az a fordítandó szöveg. Én ezt nagyon hasznosnak találom, próbáljátok ki ti is. Két érdekességre is szeretném felhívni a figyelmeteket, az egyik az a HoloFlex, a másik pedig a ScreenTrack. A HoloFlex az lényegében egy kijelző, egy telefon, amelynek az a lényeg, hogy ilyen halítható a kijelzője, és ilyen holografikus képet tud megjeleníteni. Úgy kell elképzelni, mint régen voltak ezek a nyalukához kapható kis hologramos képek, vagy ezek a hologramos fényképek, és ez egy ilyen mobiltelefon van beépítve, de a felbontása nagyon kicsi az egésznek, tehát eléggé élvezhetetlen még a képe, valamint a meghatás egész Snapdragon 810-es a felelős, tehát nagy ilyen számítási teljesítmény kell hozzá. A másik érdekesség pedig tényleg erre a ScreenTrack névre hangat, ennek az a lényege, hogy van egy ilyen magas frekvencia gyűrű, amit fel kell húzni az ujjatokra, a csuklótokon pedig ott van egy ilyen speciális karpánt, és akkor, hogyha így húzogatjátok a bőrtökön az ujjatokat, akkor ez a kettő így összhangban van, és rá van kötve egy monitorra, vagy tényleg egy okosórára, és akkor a bőrötök lesz lényegében az érintő kijelző. Hát ez a jövőben majd lehet, hogy egy egész érdekesség lesz, majd kiderül, hogy hova fejlődik, meg hogy mi lesz belőle. A Xiaomi-tól még két készüléket szeretnénk nektek bemutatni, az egyik az Amy Bunny névre hallgat, ő egy ilyen okos karóra lényegében, amely mutatja az időt, ez tényleg gyerekeknek van kifejlesztve,
és 6 előre megadott telefonszámot bele lehet táplálni, valamint van benne beépített GPS, meg lehet határozni ilyen helyeket, hogyha abból a hely, ilyen régiókból kimegy a gyerek, akkor küld róla egy értesítést a szülőnek, tehát ilyen nyomkövetésre való az egész. És kapunk még tőlük egy fabletet is, amely a Mi Max névre hallgat, nem véletlenül a Max megjelölés, hiszen 6,44 colos Full HD IPS panelt kapunk, ami azért hűde kategória, valamint egy 4850 mAh-s akkumulátort, az előlapra egy 5, a hátlapra pedig egy 16 megapixeles kamera került, kapunk többfajta verziót belőle, amelynek más a tárhelye, tehát 3-4 GB-t is lehet meg, vannak többfajta processzorok is. Remélem tetszett nektek ez a rész is, ugye volt benne most egy-két érdekesség, a Google fordítót azt ajánlom mindenkinek, hogy ugye próbálja ki benne ezt az új funkciót, ha gondoljátok, írjátok le, hogy melyik hír tetszett nektek most a legjobban, melyikről mi a véleményetek esetleg, ha tetszett a videóm, akkor dobjatok rá egy lájkot, ha nem vagytok, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!